Ezek a felvételek tavaly októberben készültek a Mészáros pincészetnél. Bár akkor még csak a szület felénél tartottak, több mint 9000 mázsaszőlőt dolgoztak fel. 2020-ban nem csak a járvány és a szélsőséges időjárás, hanem a decemberben az országgyűlés által tárgyalt új bortörvény is kihívások elé állította a pincészeteket. A jelenleg hatályban lévő bortörvény 2004 óta szabályozza a borászatok működését. Az elmúlt 17 évben sok minden változott, így a már elavult szabályokat is meg kellett reformálni. Egyik fő változás az adminisztrációs feladatokban lesz. Bevezetésre kerülne az e-pincekönyv. Ennek főleg a hatékonyság az lenne, hogy nagyobb ellenőrzéseket tudnának a hatóságok végezni hatékonyabban, illetve a statisztikai adatok, ezek is mind rendelkezésre állnának. Egy-két gombnyomás alatt meg lehetne nézni azt, hogy mennyi bor van a borvidéken, mikor kell beavatkozni. Ezen kívül az eddig szükséges 5-6 különböző hatósági bizonyítvány helyett már csak 2-t kell majd beszerezni. És mivel eddig az igazolásokat 60 napos határidővel adták ki az ellenőrző szervek, ezáltal jóval gyorsabb lesz az ügyintézés. Az új bortörvény különbséget tesz a kisüzemi és nagyüzemi bortermelők között is, nem pont ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek rájuk. Az elektronikus ügyintézés a kicsik számára lehetőség marad, ők intézheti közösségi ügyeiket az átmenet, több éves átmeneti időszakot követően is majd ügyfélszolgálaton, személyesen a helybírónál. Viszont a nagyobbaknak egy-két éves átmeneti időszakot követően kötelező lesz minden elektronikusan intézni. Azoknak az üzemeknek, amiknek az éves bortermelésük 1000 hektoliter felett van, körülbelül másfél év múlva, a 10.000 hektoliter feletti üzemeknek pedig már fél év múlva kötelező lehet az elektronikus ügyintézés. A kormányrendelet és a miniszteri rendelet tavaszra várható, amik előreláthatólag majd az új bortörvénnyel együtt 2021. augusztus 1-jével lépnek hatályba.